videófelvétel készítek erről a gyönyörű szép állapotú Yamaha CDC 586-os CD lejátszóról. Csodaszép hangja van. A nagyon kartos CD lemezeket is lejátsza. Illusztrálni fogom a lemez állapotát. Tényleg nem válogatos a készülék, és jó. Mutatom a 100 éves lemez állapotát, hogy milyen állapotban van. Lehet látni, a széle agyon van karcolódva. Próbálok rá élesíteni egy picit, hogy jobban látható legyen. A lényeg az, hogy de lehet, hogy ez még karcosabb. Hát ez is nagyon karcos. De minden lemez lejátszik, nem válogatós. Tényleg nagyon jó kis lemezjátszó. Rendkívül jó optikával. Hát itt lehet látni, hogy nagyon karcos a lemez. Ez a 2-es CD. Becsukom. Indítom a 2-es CD-t. Pillanatok alatt beolvassa, és játsza a... Ja, nem kapcsoltam be, bocsánat. Most már játsza. Léptetek a számok között, hogy lásd, hogy semmi probléma. Gyorsan, pontosan játssza a lemezt. Nézzük a 14-es számot, az az utolsó trék. De amit előbb mutattam az LGT-nél, hogy az is nagyon karcos, és az az körülbelül 20 éve ezelőtt megírt CD-lemez. Belepörgetek. Halkabb, mint a másik egy picit. Elléptetek itt is a közepébe. Láthatod, hogy teljesen hibátlan, mindent szakszerűen tud. Úgy játssza a lemezt, mint hogy vadonat új lenne. Elléptetem az utolsó trikre. Ez a 17-es szám. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. A gyári Yamaha távirányítóval adom. A lemezek léptetésétől kezdve a... Szóval mindent tud alapjába véve. Itt a disk text, ha olyan CD-lemet raksz bele, amelyik textes, akkor kiírja az előadó nevét, számcímét, stb. Sajnos ilyen CD-t most nem találtam itt magamnál. Hát további szép napot kívánok, és kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeimet is.